Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak kérését figyelembe véve több újdonságot is bevezetett. 2021-ben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara két ütemben állapította meg a tagjai számára a tagdíjat. Első ütemben árbevétel alapján, 2021. május 1. és július 15-e között. Második ütemben az őstermelőknek, illetve az egyéni vállalkozóknak, október 15 és november 15 között. Ebben az évben a bürokrácia csökkentése érdekében több újdonságot vezettek be. Ehhez az ügyfeleink a www.nak.hu oldalon hozzáférnek és láthatják, hogy mik azok az új dolgok, amiket bevezettük. Újdonság többek között, hogy az idei évtől a jövedéki adóhoz hasonlóan a bevallott és megfizetett népegészségügyi termékadó összegével is csökkenthető a tagdíj fizetés alapját képező árbevétel. A másik ilyen, akik 600 000 forintot éves szinten nem érték be bevételbe, ott pedig egy 2000 forintos csekk lesz kiküldve az ügyfelek részére. Módosultak a tagdíj kedvezmény igazolások szabályai is, ugyanis azokat a tételeket, amelyek a kedvezmény igénybevételére jogosítanak, az Agrárkamara tagjának könyveléséből, kimutatásaiból egyértelműen meghatározhatók, 300 millió forintot meg nem haladó árbevétel esetén igazolhatja a könyvelő. Ez az értékhatár eddig 50 millió forint volt. Ezek az újdonságok, több ilyen újdonságot is vezettünk be, azonban érdemes meglátogatni a honlapunkat, mert hogy vannak olyan tételek, ami a nagyvállalkozókat érinti, és ezeknek az elolvasását könyvelőknek és azó szakértőknek javasoljuk, illetve a vállalkozóknak, hogy közösen nézzék át, mert rengeteg könnyítés és változtatás lett.